Ma egy nagyon durva luxus autót fogunk fotózni, úgyhogy tartsatok velem. Gimbal, drón, elvány a táskába. Fotós cuccok is megvannak. Amit ott láttok mögöttem, az egy több mint 50 milliós BMW, ezt fogom ma fotózni. Hogyha autót fotóztok, akkor nagyon fontos, hogy először is mossátok le, és még a mosás után is szükség van ilyen apró finomításokra, úgyhogy ha ilyen részletfotókat csináltok, akkor nagyon fontos, hogy minden részlet le legyen takarítva rendesen. Egy másik nagyon fontos tényező az időjárás. Azt hinnétek, hogy most tök rossz idő van, hogy ilyen borús, de ez nagyon-nagyon jót tesz a fotóknak, ahogy látjátok, nem égnek ki a fények, ugye nincsen nagy ilyen shadow, szóval sokkal szoftosabb az egész, ettől sokkal jobb a fotó is. Egyébként még az sem lenne baj, hogyha esne az eső, de most nem esik, hanem csak simán eléggé felhős. Mit fotózok? Jött kiszedek. Jaj! Nagyon jó az idő. Egyszerűen zseniális. Minden autónak megvan a saját részlete, ami nagyon szépen kimutatja a formáját. Amint itt látjátok, ennek a BMW-nek ez a hátsó fenék része nagyon-nagyon szépen jön, ilyen nagyon szép formája van. Nagyon szép a lámpa, és minek hívják? Légterelőnek? Vagy minek hívják ezt? Spoiler. Ne spoilerezzük el. És ezen még van egy extra is, egy spoiler, ami feldobja ezt a sportautót és egy még különlegesebb kinézetet ad neki. Én egyébként nem vagyok a matthívezésnek nagy fénye. Rosszul mondtam. Csapó 2. Szóval én nem vagyok a matfényezésnek nagy híve, de jelen esetben nagyon nagy segítség, mert így kevesebb a visszatükröződés az autón, és így sokkal jobban lehet fotózni, és meg egyébként polár szűrőre sincsen olyan nagy szükség. Aki esetleg BMW rajongó, annak mondom, hogy ez egy Frozen Black, vagy Black? Frozen Black? Frozen Black. Majdnem 400 lóerős, egy 2017-es i8-as BMW van mögöttem. Itt vagyunk a Lightroom-ba, kiválogattam a képeket, meg is szerkesztettem, úgyhogy láthatjátok a végeredményt. Az első kép, amit nekem nagyon tetszett, a felhajtott ajtókkal. Nagyon jól mutat ez a kocsi, ebből többet is csináltam. Szerencsére kihajtható a kijelzőm, úgyhogy ezt így felemeltem a kamerát, és így kukucskáltam felfele, hogy fotózok. Mondjuk vihettem volna létrát is magammal, hogy magasabbról fotózzak, de hát ebben a kocsiban egy zsugor ásványvíz sem fér nagyon be, úgyhogy a létre itthon maradt, meg amúgy sincsen nagyon létrám. Na mindegy, de szerintem egyébként ez tök magas, így is közben meg kint dudálnak. Érdemes minél több szögből lefotózni a kocsit. Ez nagyon jól mutat egyébként nyitott ajtóval, úgyhogy ebből több képet is csináltam. Látjátok, hogy van egy kicsit ez az eye level, ugye amikor szemből fotóztam, de nekem sokkal izgalmasabb ez a kép, amikor így fentről van fotózva. Itt mondjuk lehetett volna az alsó rész egy kicsit bővebben, kicsit így le van csúszva, de ez sikerült. Nagyon szeretem a detail shotokat, ebből több is készült, ahogy itt látjátok. Részletek, nagyon szépen mutat a kocsinak a felnie, és egyébként ez egy szintén részletfotó. Nem tudom, hogy mennyire vehető ki, de nekem ez egy nagyon clean image, és ez nekem kifejezetten tetszik.
a lámpának, és itt látjátok, hogy a lámpában is így bele van gravírozva, vagy így rajzolva a BMW-nek a logója. Nekem ez nagyon tetszik, ilyen nagyon szimpl. Ahogy említettem a fotózás alatt, ennek a kocsinak szerintem a legerősebb része a hátulja, vagyis a feneke. Erről tényleg rengeteg fotót lehet csinálni, és ugye ez a spoiler rész, hogy az ilyen légterelő, értitek? Szóval ez a rész, látjátok, hogy ebből több képet is csináltam. Az autófotóknak jót tesz, hogyha minél lentebbről fotózzuk. Itt is láthatjátok a képen, hogy már itt a fűszálak belógnak, és ezzel egy ilyen nagyon szép ilyen, igaz, hogy felhős volt az ég, de olyan, mintha mégiscsak így valahogy ilyen napsugarak lennének, vagy egy kicsit ilyen Kalifornia feelingen van tőle, bár soha nem voltam Kaliforniában, de hogy így értitek, ez így nagyon, nagyon jót tesz a képnek. Ezeket a képeket is nagyon szeretem itt a hátuljáról, bár lehetett volna jobb a környezet, itt ez a nagy fűcsomó annyira nem tetszik, de már nem volt kedvem kifotoshopolni, de egyébként ki lehetett volna photoshopolni, de szerintem így is jó egyébként. Láthatjátok egyébként a beállításaimat, a PenFL fotóztam a 25mm-es objektívvel f1.2-n, úgyhogy nagyon blurry minden, itt ugye látjátok az előteret is, hogy teljesen homályos minden, mondjuk itt a hátteret nem kell homályosítani, mert az ég van. Ezt sajnos nem szedtem ki, kiszedhettem volna, de úgy voltam vele, hogy jó az úgy ott. Egyébként, amit átadtam az ügyfélnek, ott van egy olyan kép, amikor pózol az autóval, arról a képről leszedtem ezeket az oszlopokat, hogy teljesen letisztítottam Photoshopba, de az egy jó fél egy órás munka volt, úgyhogy nem akartam így magamnak végig menni mindegyik képen, mert akkor még jövőre is itt ülnék. A belső térről is nagyon szép képeket lehetett csinálni, nagyon szép ezek a stitchek, a varrások, nagyon jól néznek ki, tök fekete az egész. Ezen a képen is észrevehető az, amit egyébként a portréfotózásoknál is szoktam, és már beszéltem az egyik videóban arról, hogy én szeretek valamit így mindig elé tenni a tárgyaknak, és itt is látjátok, hogy direkt így bejátszottam a boltívét az autó tetejének. Ez nem tudom micsoda pontosan az autóban, szerintem ami légterelő vagy valami, de ez is egy olyan pontja volt a kocsinak, ami nagyon tetszett, és erről csináltam több képet is. Itt pedig egy kép a belső ülésről, érdekes ennek is a varrása és a formája. Miután végeztünk a fotózással, már elindultunk visszafele, és a kivezető úton találtam ezt a részt, ami nagyon tetszett, hogy így a fák így egy boltívet alkotnak, úgyhogy még oda leálltam, és a 40-150-es objektívet használtam, látjátok, hogy 85mm-en, ezen már így nagyon szépen kompresszálja a teret, a hátterünk is ilyen nagyon jól összezsugorodik, nagyon szeretem ezt a látképet, az egyik kedvenc objektívem ugye a 75mm-es fix, ami most nem volt nálam, csak ez a zoom objektív, és itt van még egy kép róla, nekem ez a kettő kép egyébként így a kedvenc képem, hogy beleolvad a környezetbe, de mégis így kitűnik belőle, nagyon tetszik. Hát ez volt az 50 milliós luxus BMW autó fotózás. Ha kérdésetek van még a képekkel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg nekem kommentbe. Ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!